Így ünnepeltek a győri Audi Etók KC játékosai a Ferencváros ellen aratott 26-22-es győzelem után a bajnoki döntő első meccsén. Az idei kiírás szerint a párharc két mérkőzésen dől el, így a gólkülönbség is fontos. A meccs elején sikerült megvalósítani mindent, amit elterveztünk, így a Fradi nem is igazán tudott helyzeteket kidolgozni. Később viszont sajnos alábbhagyott ez a magas szintű koncentráció. Ez előfordul, hiszen már a szezon végén járunk, és még azért a csalódás is ott van a fejekben. Ennek ellenére nagyot küzdöttünk, nagyon meg akarjuk szerezni a bajnoki címet. Ehhez még egy győzelmet kell aratnunk, de bízunk benne, hogy visszakerül hozzánk a tavaly elveszített trófea. A meccsen egyébként több játékos is utoljára húzta magára a zöld-fehér mezt hazai környezetben. Az egyik távozó Kovacsics Anikó, aki 15 éves kora óta játszott Győrben, jövőre pedig éppen a Ferencvároshoz igazol. Én azt gondolom, hogy nagyon szép éveket tudhatok itt magam mögött, amit elértem. Igazából itt nőttem fel, amit kaptam itt az emberektől, az fantasztikus. És hát egyértelmű, hogy ezt sose lehet elfelejteni, mindig nagyon boldogan gondolok erre vissza. Persze az igazi búcsúig még egy meccset mindenképpen játszani fog az Audi Etó. Különleges meccs, mert volt három játékos, ami autós meccs itthon. És ez egy mi az, good feeling, és de remélem, hogy a következő meccs egy picit jobb lesz, hogy boldogabb vagyunk. Ez nem volt olyan etos, de remélem, hogy jobb lesz utolsó, hogy végezzünk ez a szezon egy picit jobban. A visszavágót kedden 18 órakor játsszák a felek.